A 9. Intersport Tour de Tiszató kerékpáros túraverseny szinte túlzás nélkül minden résztvevőjének azt nyújtja, amiért odaérkezett. A küzdeni vágyóknak a száguldás lehetőségét és örömét, a túrázóknak szép környezetet, biztonságos útvonalat, remek kikapcsolódást. A napot a 15 kilométeres túra nyitotta. 10 és fél 11 között bármikor neki lehetett vágni a Tiszató partján oda-vissza kijelölt pályának. Ezt a tekerést főként kisgyermekes családok választották. A 65 kilométeres tókörmezőnye úgynevezett lassú rajta 11-kor indult, szintén a tiszafüredi halastérről, és felvezetés után a poroszlói kerékpárúton lódulhattak igazán neki a bringások. A tókört a leggyorsabban a nyíregyházi Solymosi János tette meg, aki leszakítva üldözőit 1 óra 40 perc 31 másodperc alatt száguldott végig. A nők közül a budapesti Hudák Szilvia volt a leggyorsabb 1 óra 50 perc 43 másodperccel. A görkorcsolya betétszámot Sajó Márton nyerte két kassai versenyző előtt, míg a nőknél a szintén kassai Klaudia Duhanicova győzött. A bringatlont, ami egy speciális kerékpáros futóváltó, a csécsei testvérek már negyedik éve uralják. Idén az 57 kilométert újabb pályacsúccsal nyerték, 3 óra 48 perc 14 másodperccel. Ám a többség, idén összesen 1650 induló volt, nem a győzelemért jön. Sokszor még a legjobbaknak sem ez az elsődleges motivációjuk. Ez most már a harmadik, negyedik év, ötödik, hogy visszajárunk. Igazából baráti társaság, 10-15-en. Nagyon szeretjük. Én most se azért jövök, hogy versenyezzek, de azért nem hátrány, hogy itt azért elég jó úton lehet végig tekerni, és lehet gyakorolni a bolyozást, azért vannak jó ellenfelek, egy nagyon hangulatos kis verseny. Tehát egy ideális ilyen szezonnyitó. A csapata érkezik. Bravo! Nagyon gratulálok a csapatnak!